Lövedék csapódott a MÁV strandon lévő egyik zuhanykabinnak. Személyi sérülés nem történt, erősítette meg a hírt a Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság. A tájékoztatás szerint foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt rendelt el nyomozást ismeretlen tettes ellen a szolnoki rendőrkapitányság. Az érintett eset kapcsán a rendőrkapitányság hatósági jogkörében eljárva az érintett lőtéren a lövészetek megtartását 2021. május 31-én határozatlan időre megtiltotta. A strandot üzemeltető Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. Írásban tett jelentést a polgármesteri hivatalnak a történtekről, ahonnan hatáskör hiányában haladéktalanul továbbították a bejelentést a rendőrségnek. A strand vezetője televíziónknak elmondta, hogyan történt az eset. Úszómester kollégák szóltak, hogy hallják, hogy a szomszédban a lőtéren lövészet folyik, és gyakorlatilag egy sűvító hang hallatszott mellettük, illetve egy becsapódást az itteni zuhany szárba, mint csattanást tapasztaltak. Még ugye azonnal szóltak nekem, értesítettem a lövészet vezetőjét, ő átjött, és innentől kezdve ő intézkedett, hogy megállítsák a lövészetet. Mi jelentettük ugye a tulajdonos önkormányzatnak az eseményt, és akkor innentől kezdve ők tovább intézkedtek. Gyakorlatilag ő átjött, szétnéztünk, mi elmondtuk neki, hogy mi történt, és akkor utána ő visszatért és megállította a lövészetet. Hát ugye feltételezések vannak egyelőre, hogy feltételezhet, hogy onnan jött át esetleg lövedék. A strandozók is meglepődtek. Azért kellemetlen ez a dolog, hát láttunk már ilyet nagyobb erdőterületen is, hogy több kilométeren képes volt egy lövedék eljutni egy másik, tehát nem újdonság ez, de azért egy ilyen helyen, ahol most még nincs sok ember, mert szerencsére nincs olyan nagyon meleg, de azért kínos lehetett volna, hogyha itt bárkit elér. A lőtér üzemeltetője azonnal intézkedett, hogy fokozzák a biztonságot, és többé ne fordulhasson elő ilyen eset.